Akint így helyezkedett el, és nagyon jól élt még ráadásul, és ezeknek az amerikai kommunista szervezeteknek ott lett az egyik tagja, mert beszervezték. De ez megint egy érdekes élet, meg külön. De aztán nem akarok elmenni attól, amit én mondani szeretnék, hogy ezt a szülők, ezeket a ritmikus mondókákat nem becsülik olyan nagyra, mint amit ez jelent. Mert maga a ritmikus beszéd az ugyanolyan, mintha ritmikusan mozogna. Ugyanazt jelenti. Tehát ezért nagy jelentősége van, akár énekel a gyerek, akár szöveget mond. Na most mindjárt itt ebben a pillanatban meg kell jelöljem azt, hogy a magyar gyerekjátékoknál, miután ebből nekem a Forrai Katinak a megbízásában 1985-ben egy könyvet kellett írja, és ki kellett tanuljam ezt az egész témán. Kérem szépen, az énekes játékok mind kizárólag leányjátékok. Ez egy nagyon érdekes dolog. Azért, mert a leánygyereknek sokkal nagyobb érzelmi töbletre van szüksége, mint a fiúnak. A fiú gyerek másod, harmad vagy negyed osztályú ebben a kérdéskörben, az érzelem kérdéskörben. Tehát ez a férfi és a női oldalnak is a kapcsolatában megjelenik. A nő elvárja a férfitől ugyanazt, amilyen érzelemmel ő próbálja ezt a kapcsolatot tartani, ezt a férfi sosem tudja viszonozni a nőnek. Erre nem számíthat, nem tanítják meg, hogy itt két teljesen más dologról van szó. A nő viszi tovább az életet, és azt az életnek a továbbvitelének az örömét és mindenét, azt egy nagyon nagy érzelmi töblettel kell telítse. A saját maga miatt is, és az újszülöttek miatt is, vagy a gyermekei miatt is, meg a férje miatt is. Ez hozzátartozik. Egyetlen egy énekes fiújátékunk sincs. Azt tessék elképzelni. Egy sincs. Egy olyan van, hogy úgynevezett nyulacska játék, aminek fiúkör közepén egy leány áll. És a szöveg mondás közben, a szövegnek egy bizonyos helyén szaladnak be hozzá a fiúk, és aki először érintette meg, ez egy régi játék, ilyet ma már nem lehet játszani, mert nincs ilyen fegyelme a gyerekeknek, hogy ezt megcsinálják gyakorlatilag, hogy aki először érintette meg, azt táncolhatott vele. Ugye, szóval aki mai gyerekek között él, vagy volt, vagy ismeri egy ilyen helyzetet, azt tudhatja, hogy ez elképzelhetetlen. Mert a mai gyerekeknek a fegyelmezettsége az messze az alatt, a szint alatt van, mint amire szükség lenne. Mert a szabadosság, a szabadságot összetévesztik a szabadossággal, és ez ilyen jellegűen alakul, szükségszerűen, és abban a pillanatban mind a két fél sérül már is, ugye, mert ez így történik meg. Tehát még egyszer, a két agyfélteke az különböző vezérlést csinál, a bal agyfélteke az a mechanikus, az ismereteknek a helye, az a raktár, amit a tudás, tehát a tanulás következtében készítünk magunknak. Ebből az anyagból gondolkodik a jobb agy, amelyik egy ilyen tervező agy, amelyik meglévő ismeretekből, a meglévő ismereteket dolgozza föl. Na de erre a gyereket valamiféle pedagógiai módszerrel önállóan rá kell nevelni, mert ez az úgynevezett kreatív oldal. Ezt nagyon jól tudja a pedagógia, de nem csinálnak belőle semmit. Ezt alkalmam van ismerni már az óvodáktól kezdve. Nagyon kevés az az óvónő ma már, aki azt a töbletet, amit énekelve ott végig kellene csináljon,
meg különböző érzelmi játékokkal, azt ottan inkább kávézással, meg minden egyébben töltik el, ahogy én ismerem ezt a helyzetet. No, tehát az a helyzet, hogy életbe vágó, hogy ebben az életkorban a gyerek hogyan kapja meg azt a szükséges ismereteket, amire ő neki szüksége van. Ő ezt nagyon jól érzi. Nem a szülőnek kell ővele tölteni valamit, hanem azt kell kielégíteni, amit a gyerek szeretne. Tehát pont fordítva van a dolog. Olyan helyzetet kell a gyerek számára teremteni, amiben ő szükségszerűen azt csinálja, amit kell. Hát egy ilyen például az óvodában, hogy olyan székeket, mint amit itt is látok, lerak az ember 14-15-öt, és az alatt légy kell például bújni. Végig kell bújni, amihez az kell, hogy négy kézláb kell menjen, ugye? És visszafele a székeknek az ülésén végig tud menni, vagy végig tud menni, ha egyszerűen végig tud menni. Nem biztos, hogy végig tud menni. Ugye, tehát mert azt fogja tudni, hogy fölmer menni oda az ülőkére, és végig megy a többiekkel, vagy nem. Ezt ő rá kell bízni. Na most, ez az egyik dolog tehát, hogy ezt a négy kézen való járás, vagy négy, nem is tudom, hogy mondjam, ezt forszírozni kell. Forszírozni kell, ez az első, mert utána kezdődik a páros lábú ugrálás. Tehát mindenki tudja, hogy a veréb miért ugrál két lábon. Miért ugrál két lábon? Tessék? Hogy? Egyébként pontosan így van. Szóval az agyi fejlődése erre van beállítva. Tehát ő benne egy automatika, mint van ilyen csipogós madár, amit fölhúz az ember, és az ott ugrál. Egy ilyen automatika van, amikor csak két lábbal tud menni. Na most én kiszoktam járni a ligetbe reggelente, mostanában már nem nagyon voltam, de ha kimegyek, akkor van egy pár szarka ott, azt rettenetesen tudom élvezni, mert az tud két lábon is, de olyan nagyon puhán ugrálni, olyan szépen csinálja, hogy csodabban fehér-fekete öltözetben, és utána tud szaladni is, úgy, ahogy kell, mint a kettőt tudja. Tehát neki egy magas fokú agyi vezérlése van. Szemben a verébbel, amelyiknek nincs ilyen. Tehát ezt a gyereknél elsődlegesen figyelembe kell venni, méghozzá azért is nagyon fontos ez, mert itt számos lehetőség, mert most a franciák meg más népek is beözönlöttek egy csomó játékeszközzel, amin a gyerek akár egy babzsákot is ki lehet rakni, amit végig kell ugrálni. Az emelt fejlődés ott kezdődik, amikor ugyanezt már meg tudja csinálni egy padon is. Tehát végig tud ugrálni egy padon, de ahhoz már biztonsága kell legyen. Ugye? Tehát a páros lábú ugrálás az a második dolog. Mert azzal nem csak az egyensúlyát növeli, hanem a testét meg kell minden alkalommal emelni. Tehát a felugrásba. Tehát erőt tud gyűjteni vele. Ugye ez a másik dolog. Tehát egyszerre két dolgot tud neki az ember adni, amit meg lehet vele csináltatni lépcsőn fölfelé például. Lefelé nem, mert az veszélyes dolog. De fölfelé minden további nélkül. Na, ezek ilyen alapvető dolgok. Van Veszprémben egy tanár, aki a futással foglalkozik a gyerekeknél. Óvodás gyerekeknél van egy könyve. Kérem szépen. Hihetetlen teljesítményeket tud a gyerekektől leszedni, mert van gyerek, aki 3/4 óra alatt le tud futni 4 kilométert. Tetszik tudni, hogy mi az? Ilyen 4 éves gyerek. Tehát mutatja azt, hogy a gyereket nem lehet a gyereket úgy nézni, mint akit nem lehet terhelni, mert ez nem igaz.
mert a gyerek terhelhető, az alig várja, hogy valami olyan csináljon, ami őt terheli. Én ugye több évtizedet tanítottam a táncosokon, és azt tudtam minden alkalommal, hogyha nem izzadva mennek el onnan a táncpróbáról, akkor az egy nem jó próba volt. Ez egy ilyen dolog, azt megkívánja egy fiatal, hogy ő maximális lehetőségeket kapjon az ő felkészültségének a kipróbálására. Ez egy másik ilyen dolog. Tehát olyan tanári környezetbe kell a gyereket elhelyezni, ahol erre van fogadókészség, mert vannak azért ilyen óvónők is, meg tanárok is, akik ezt meg tudják csinálni. Nem így van felépítve a testnevelés, most megint egy pillanatra visszakapcsolom, hanem az ilyen teljesen értelmetlen gyakorlatokból áll. Értelmetlen. Van egy most kiadott könyv, talán egy év vagy két év adták ki. Van 50 féle lehetőség, hogy a gyerek hogy tartsa, így tartsa, vagy így tartsa, vagy emígy tartsa a kezét. Ilyen dolgokból van összerakva. Hát attól bele lehet bolondulni. Csodálkozom, hogy egy ilyen gyerek hogy tud egyáltalán felnőni. Szóval akkor, amikor ő neki alapvetően a világát érzelmileg kell tudni irányítani, mert ő érzelmileg fejlődik. Őt az ésszel csak valamikor a 10-12 éves kor körül lehet a gyereket megtámadni olyan feladattal, hogy valami a tudattal kapcsolatos dologgal foglalkozzon. Addig ez reménytelen, de mindenféle érzelm, amihez érzelmi kapcsolata van, azt mindent megcsinál. És az a hasznos dolog, hogyha ezt kitanulja a szülő, vagy az a tanár, mert ez kell tulajdonképpen, hogy az a gyerek, mivel fejleszthető, tehát mi az, ami a gyereknek, mihez, amit kedvel tud, ami boldogságot tud adni számára, amit csinál. Mert mindannyian azt keressük, hogy mivel foglalkozunk, az boldogságot ad-e nekem. Szóval van-e vagy értelme, vagy olyan érzelmi megközelítést, amelyikkel azt mondja az ember, hogy azért ezt érdemes volt csinálni. Én abban a boldog helyzetben vagyok, hogy még, mint mérnök is, a legtöbb esetben magam választhattam meg, hogy mit csinálok. Vagy magam találtam ki, hogy mit csináljam. Mind a kettő volt. És az egy nagyon nagy dolog, amikor az ember azt mondja, hogy én ezt meg tudtam csinálni. A legutolsó munkám, amit meg kellett csináljak, az a következő volt. Az én életemben egy fordulatot is okozott. Megkeresett az olajiparnak a vezérigazgatója, aki negyedéves vegyészmérnök hallgató volt, amikor én első éves voltam, és egy kollégiumban laktunk. De én soha nem találkoztam vele azután, még itt a vállalatnál sem, csak akkor, amikor ő engem megkeresett. Azt mondja nekem, Karcsi, az olajterv megkapta az ország legnagyobb számítógépét. Nekem az a feladatom, az éves prémiumom, hogy ez a gép, a gépre való felkészülés ebben az évben megtörténjen, és mindegyik igazgató ellenáll ennek, és valamit csinálnom kell. Azért rögtön tudtam, hogy miért állnak ellen, mert az olajtartályok azok, amikben csak ő tudja, hogy mennyi olaj van. És ennek következtében annyit írnak be a negyedéves tervbe, amire éppen ő pénzt kap. Szóval ezt ők most saját maguknak mahinálták ki. Na most, ha jön egy ilyen dolog, számítógéppel megy minden, nem lehet csalni. Ugye, mert ez egy kényszerpályán megy. Ezért a mutató mutat, az rögtön fölírja, hogy miről van szó, tehát egyszerűen ez nem megy. Na most azt mondta, hogy te segíts rajta, mert ezt a programot meg kell csinálni. Na most én
Nekem a másik diplomám ilyen logisztikai diploma volt, akkor volt ez új dolog.